Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Vörösváron. Megköszönöm Hajni bevezetőjét, amelyen oroszlánosan egy ilyen kis mancsnyi volt, aztán van ő itt rendszeresen, úgyhogy tessék vele együtt meditálni, ez egy nagyon jó ötlet. És ha jól hallottad, akkor a zen működik, és ez egy eléggé világos működés, ugyanis nem ígér semmit, és azt a mostani elképesztő betegséget oldja, egyre több mindent halmozol fel az elmédben, és csodálkozol, hogy miért érzed magad rosszul. Tehát olyan gyomorrontást kapunk a sok-sok ismerettől, a meg nem emésztett tudástól, hogy nem találjuk az előrét, hogy merre menjünk, nincs meg az irány. És hogyha ez tartós, akkor az ember már körbe-körbe sem megy, már a szokásait is elveszíti elképesztő, hogy milyen zavar van az elmékben, mert nem tudod, hogy mi az igaz, és mi a hamis. Nem tudod, hogy mire számíthatsz, és mire nem. Néha azt sem tudod, hogy kire számíthatsz, és kire nem. És mihelyt a zennek a hűvös tiszta vizével megismerkedsz, az egyszerűvel és a tisztával, rájössz arra, hogy az az elképesztő verbalitás illúziókeltés, ami az elmének a terméke, az nem valós. Ez magyarul zen bot. Angolul zen stick. Németül zen stücke. De ez nem mondja magáról, hogy bot, stick vagy stücke. Mi mondjuk. Az ég nem mondja, hogy kék. Te mondod, hogy kék. A föld nem mondja, hogy itt a határ. Innentől kezdve A ország, onnantól kezdve B ország. Mi mondjuk. Mi rögzítjük. Vagy mi sértjük meg. Tehát a világnak eredetileg öntermészete nincs, fix tulajdonsága nincs. Minden azért alakul úgy, ahogy, mert az érzékszerveink ilyenek. A gondolkodásunk így szűr, így alkot, így tart meg, ha kell, így torzít. Azért érzünk gyűlölettől szeretetig, mert azon túl, vagy azon innen már nincs semmi. Erre szoktam azt mondani, hogy képzeld el, hogy mindenféle csípbeültetés nélkül az agyad egyszer csak rányilna a régi 540 MHz-re. Ott a Kossuth rádió szólt, középhullám lehet, hogy még most is szól. És az 540 MHz közvetlenül ide jönne, mert lenne egy olyan érzékszerved, amivel azt fogod. De mivel az nincs, ezért régen kitalálták a rádiókészülékeket. Vagy most a 4G vagy 5G frekvencia benne lenne, mint adóvevő a szervezetben. És nem kéne mobil. Valójában egy sokkal magasabb frekvencia tartományon mi mind kapcsolatban vagyunk, és ez nem valamiféle misztikus állítás, hanem egy olyan tapasztalás, ami a nem mozduló tudat, tiszta pillanat, és lélektől lélekig való kapcsolat egyensúlya. Ez a három, ez egy adott pontban meg tud történni. Zenmesterünk, Szunkszán zenmester mondta, ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Ha ez a pillanat nem tiszta, semmi sem tiszta. Másik mondata, igazi önvalód, tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. Harmadik mondata, ha gondolkodsz, a te tudatod és az én tudatom elkülönül. Ha elvágod a gondolkodást, a te tudatod és az én tudatom egyé válik. Ha ez a három mondat neked egy pontban egyesül, akkor van meg az a kapcsolat, ami az nem kell rádió, nem kell mobiltelefon, hanem mindig is megvan köztünk. Ez a lényeg. Bár eredetileg nincs neve és nincs formája, a legkevésbé torzító szó, hogyha ezt a nem tudható, de tapasztalható lényeget mondom rá. Lehet önvalónak is nevezni, kicsit már több van benne, van egy ön. És akkor magadra gondolsz, hogy az mondjuk te lennél. De ez a lényeg tapasztalása teljes nem dualitás, vagy az üres teljesség, vagy teli üresség tapasztalása. Miért van erre szükség? Mert ha csak az elménk előbb említett zavarodott dualitásait követjük, akkor vagy körbe-körbe megyünk, vagy cikk vagy előre-hátra, de a megfelelő célt nem érjük el. És itt, ezen a Földön az emberi lények nagyon nagy részt megjósolhatóak. Tehát nagyon nagy részünk szeretetkereső, boldogságigénylő és szenvedés kerülő lény. Mi nem tudjuk megcsinálni. Elég tiszta a tudatunk? Valószínűleg nem. Ha tisztább lenne, másképp csinálnánk. Másképp viszonyulnánk egymáshoz. Másképp viszonyulnánk a világhoz. Másképp látnánk az ok és okozat működését. Már ismersz olyan szintet, amikor valaki állandóan azt kérdezi, hogy miért én? Nem jöttél még rá? Tényleg nem? Akkor el fogod veszíteni a szemedet, füledet, szádat és orradat. Tipikus válasz. Mert a szüleim. Utána eljutsz oda, hogy elnézést kérsz a szüleittől, ami, ami, karmát rájuk löcsöltél fiatalon, és meghalálod azt, amit kaptál tőlük. Utána pedig meglátod, hogy miért születtél hozzájuk. Hogy mi az a karma, ami téged oda mert csak ők lehettek a szüleid. Nem véletlenül születtél oda, ahova, nem a szomszédba, nem a postáshozott és nem a bejárónő. A szüleid azért lettek a szüleid, mert velük van a legközvetlenebb, legintenzívebb emberi karmád ezen a földön akkor is, ha egy percig voltál velük, akkor is, ha egy életen keresztül. Ez akkor is így van. Úgyhogy az ok és okozat bölcsességének, azaz a darmának nem látása, azaz az avidjá, amivel mindannyian küzdünk. Milyen mértékben küzdünk? Oly mértékben, amilyen mértékben azonosulunk a karmánkkal, tehát a gondolkodással, érzelemmel, látással, hallással, szaglással, tapintással, ízleléssel. Az emlékeinkkel. A múltról alkotott képünkkel, a jövő miatti aggodalmainkkal. És amikor ez a karma itt zajlik a csittában, az elménkben, akkor letakarja azt a tükröt, amire egyébként minden pillanatban szükségünk van. Tehát az avidjá, mint nem látás, ez nem azt jelenti, hogy ne tudnál. Tudsz, sőt, túl sokat tudsz, és ez a tudás nem rendezett, nem működő működőképes. Ez egy halom egymásra dobott ismeret részben működik, nagy rész nem működik. Tehát a tükröt meghatározza a tárgya, mert rátapadt a tükörre. Értjük? És hogyha ez a tapadás, ragaszkodás, hamis azonosulás megszűnik, akkor a karmád leolvad erről a tükörről, és végre tisztán látsz. Tisztán látod a lényeg tapasztalásával, hogy éppen lát az eső, ugat a kutya. Hallod? Ha tisztán hallod, akkor nincs semmi karma közted és a kutyaugatás közt. Oké? Okay? Semmi több. Ez ennyire egyszerű. És hogyha a lényeg segítségével megláttad az igazságot, akkor utána már a működés következik, és ez ebben a világban nagyon egyértelmű. Tehát ha nem segítő szándéka fordulunk egymás felé és a világ felé, akkor nagyon hamar leúszhatjuk a rolót. Itt az előadás előtt elhangzott egy nagyon jó zen mondat, hogy a meteor nem várja meg a hat órát. Tehát nincsen, hogy türelmi idő. Az univerzum az véleményfüggetlen. Tehát te nyugodtan benyújthatsz három példányban egy hosszabbítási kérelmet, hogy kérsz még három évet a Földtől, hogy addig még bírja ki vagy tíz évet, hogy ne olvadjon le minden. Nem fog megtörténni. Tehát az ok és okozat törvénye világos, mondja a tanítás. Azt nem kérdezi, hogy miért nem vetted észre eddig, emberiség? Két és fél ezer éve nagyon világos darmánk van. Miért nem vettük észre? Miért nem voltunk hajlandók kinyitni a szemünket? Kinyitni a fülünket, kinyitni a szívünket, az elménket, és másképp csinálni, mint eddig a válasz az, hogy amíg magadról ezt az önképet őrzöd, ezt a helytelenül elképzelt avatárodat, addig mindig helytelenül fogod látni a világ és a másik ember működését. Ennek mértékében szenvedünk és szenvedtetünk. És a jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie. A jó hír az, hogy van megszabadulás, van megvilágosodás, van egy olyan tudatállapot, amit el lehet érni, és másképp sokkal tisztában és egyszerűbben élni és halni. Rossz hír nincs, csak munka van. Kinek van kérdése? Rendszeresen gyakorlok, hétköznapokon, hétvégén, és békeidőben ez működik is, tehát nagyon jótékony hatását érzékelem a meditációknak, viszont válsághelyzetekben akkor kicsit úgy érzem, hogy cserbe hagy, és erre szeretnék olyan technikát tanulni, amivel a belső szilárdságomat tudom erősíteni. Kuan praxis. Az, hogy te otthon gyakorolsz, az szép és jó, ezt hívjuk az életbiztosítás alapkötvényének. De hogyha nem gyakorlod a zen velejét, ami az interaktív, paradox kérdésen és válaszon alapuló kuan praxis, akkor nem tudod a karmádat úgy kipörgetni, hogy mondjuk egy szembenállásban ne úgy érezd, hogy elhagyott téged a darma, nem hagy el, csak az energiaszinted nem volt megfelelő. Tehát az autód nem hagy el, hogyha kifogy az üzemanyag, csak nem tötötted újra a legutolsó útnál. És ez nem az autót hibája. Tehát a nagy jármű, a mahajána mindenkit szívesen lát, először utasként, aztán esetleg szerelőként és vezetőként. De a lényeg az, hogy a kellő gyakorlás az nem képzelhető el csak szólóban otthon. Kell a kis csoportos, ha a házigazdáinak legyen hála, ez itt megvalósul, és kell a nagy csoportos, ahol mesterrel tudsz gyakorolni. Az iskolánkban, az irányzatunkban, a hagyományvonalunkban több ilyen van. Azért, mert mindenkinek jusson tehát nem vagyunk egyformák szerencsére. Van, akinek ez az arc tetszik, a másik arc tetszik, a harmadik arc tetszik, vagy egy arc se tetszik. Ez mind rendben van. Előbb-utóbb mindenkinek jut tanító, ha akarja. De a küzdelem, a darma küzdelem a zenben a felébredésért folyik, és hogyha egy helyzetet nem tudsz úgy tudomásul venni, mint tanító és tanuló tapasztalat, akkor csak egókonfliktus konfliktus lesz belőle. Na most, amikor valaki a gombodat benyomta, és előjön az az önmagad, amit igazán nem akartál, de mégis, akkor ott gyömöszöli az ember az üvöltését vissza, meg fogja le az egyik kezét, meg a másik gondolatát, hogy most akkor én ne az legyek, akivel nem szeretnék szembenézni ma este a tükörben. Ez azt jelenti, hogy a tantiened nem volt elég erős, és a felső csakrádban a másik fél vagy a helyzet tudott mászni. És ez az, amit egy zengyakorló előbb-utóbb ki tud szűrni. Tehát a jelenlétedből következik a tisztánlátás, a reflexió, és az, hogy egyre kevésbé vagy provokálható. A szemben ülés, szembenézés az a zeninterjú sajátja. És ha ezt meg tudjuk tenni, akkor meg tudjuk előzni azt, hogy szükségszerűen konfliktus, vagy pedig e, távolmaradás legyen belőle. A konfliktus az, hogy nem tudtam megoldani, általában dű alapú. És akkor üsdvágd akármelyik a csatorna négy nagy fajtájából gondolat, érzelem, cselekedet, beszéd, bármelyik, és akkor elkezdünk harcolni. Ez azért volt, mert nem mertem mozdulatlan tudattal szembeülni a másikkal. És csak felfogni Szilárd hogy benne mi van. Ez a felfogás, ez alap ahhoz, hogy a konfliktus úgy oldódjon meg, hogy mindenki tanul belőle, és egyik se akarja megismételni. A másik lehetőség, hogy ilyen harmonikusan végződik az egész, ez ritkább. Olyan van, hogy csökkentjük a színusz hullámnak a szélsőségeit, olyan van, hogy mindannyian tanulunk belőle, olyan van, hogy nem akarjuk megismételni, de hirtelen ilyen nagy puszipajtásos békét meg ilyesmit, ez álságos, ez nem szokott létrejönni. Úgyhogy gyakorold a szembenülést, és azt az elképesztő veszteséget, amikor a tanító mosolyogva, együttérzően azt mondja, hogy nem tudod, semmi baj, jössz legközelebb. És ezt nem szoktuk szeretni. Általában azt szeretjük, hogy a tanító megsimogatja a kis zen és azt mondja, jól van, jó tanítvány vagy. Ezt is tudod. Azt is tudod. Már nem azt is tudod. Mindjárt beavatlak. Akkor át tudtál. Hát a zenbe ilyen nincs, kérem szépen. Még amit eddig hittél, az is megy a kukába. Az összes önkép ugye ahogy van. Ezt nem szoktuk szeretni. Általában azt szeretjük, ha meglévő önképünket valaki földíszíti. Jó buddhista vagy. Jó zen gyakorló vagy. Én meggyőzlek téged, hogy a bodhiszatva búmi, azaz tökéletesség, hatodik fokán állsz a hatból. Ugye milyen jó érzés? Szoktunk is mosolyogni rajta, nem keveset. Ahogy hallhattad, Hanyi bevezetében ez a felnőtt változat. És a felnőtt változat az, hogy a buddha természeted az azonos az ellenfeled és a barátod buddha természetével. Ugyanaz. De a karmátok különböző. És a buddha természetről szóló tanítás az azt jelenti, hogy mindent egyedül a tudat teremt. Magyarul, ha meg tudtad teremteni a problémádat, akkor fel is tudod számolni. Tehát ez a szellemi önállóságnak az alaptanítása nem pedig egy ilyen kis zen -ovi, ahol a zen óvó néni vagy óvó bácsi azt mondja, hogy neked is van buddha természete. Neked is, neked is, neked is. Mindenkinek van buddha természete, és most hozzuk az uzsonnát. És uzsi van. Na, tehát nem ez. Hanem az, hogy mivel tudsz tisztán látni, tisztán hallani, tisztán gondolkodni, érezni, és a többi, ezért, ha problémát csináltál, akkor megláthatod, hogy annak mi az eredete, mi az oka, mi a megszűnés és mi a megszüntetés útja? Úgyhogy konfliktus tréning kell, és az ember ez egy egyedülálló dolog, hogy rájöttek, hogy nem a szútrákat kell ismételni, az alépítményként, mint tudati háttér ott van, hanem interjúkra kell járni, és Szunkszán zenmesternek legyen hál' egy olyan rendszert csinált, ami nagyon követhető. Tehát a nullától a százszázalékos nehézségű konig minden ott van. De hogyha nem gyakorlod ezt a legmagasabb szinten, akkor valójában se nyerni, se veszíteni nem tudsz. Verességet utálni szoktuk, a nyerességet szeretni szoktuk, ez a hétköznapi hozzáállás. Igen? Elveszítetted az illúzióidat. Szomorú vagy? Nyertél egy olyan feladatot, ami alatt összerogysz. Boldog vagy? Nézd meg. Ennyire relatív a világ, és ennyire egysíkú az ember gondolkodás módja. Te egy találós kérdést. Volt közel egy nagyon bölcs perzsa király. A trónutódlásnál volt három fia. Nem akarta felosztani az országot, és egy valakinek azt szerette volna adni a három fiúk közül, és nem akart se háborút, se visszaállt, azt mondta, fiaim, egy feladatot adok, aki ezt a legjobban megoldja, azért lesz a királyság. Hát ott nagyon kötelességtudó volt mind a három fiú, meghajoltak kapjuk előtt, és azt mondta, igen, apám ura, mit tegyünk? Erre a király azt mondta, azért lesz a királyság, akinek a lova legutoljára ér Petrába. Petra, ez egy nagyon régi város, Jordánia régi birodalmi főváros volt. Akinek a lova legutoljára ér Petrába. Erre a három fiú rohan az istállóba, lóra pattannak, és szélsebesen egymást előzgetve elvágtatnak Petra felé. Egymás lovára ültek föl. Pontosan könnyen lehet, hogy ismerted a történetet. Na, akkor az, az gyönyörű, hogy ezt így oldottad meg. Mindenki azt gondolja, a lóra pattant, az azt mondja, hogy a saját. Nem. A másik lovára ült föl. Nagyon szép. Bravo. Na, ez az a gondolkodásmód, ami azonnal eh, megcáfolja a hétköznapi gondolkodásmódot, és a kuan az innen indul. Tehát ehhez hasonló, de természetesen logikailag nem párhuzam, hogy eh, Jun Kang zenmester, egy másik koreai zenmesterrel beszél, és azt mondja, nekem nem tetszik Joju muja. Nekem túl sok. Adj inkább egy fél mut. Erre azt mondja a másik, mit beszélsz, Joju muja, túl sok? Jó, adok neked. Mu. Erre a másik azt mondja, hogy te milyen okos vagy, a kérdés a hallgatósághoz az, hogy ha téged kér Junkang arra, hogy adj egy fél mút, hogyan válaszolnál? És előre elmondom, ha azt mondod, hogy mu, akkor ragaszkodsz a másik zenmester válaszához, és Jojo botja megüt 30-szor. Ha nem szólsz semmit, akkor ragaszkodsz az ürességhez, és Jojo botja akkor is megüt 30-szor. Hogyan válaszolnál? Úgyhogy ha valaki ismeri a tyúk és tojás probléma a helyes megoldását, akkor az segíthet itt is, ha nem, akkor egymás tolvára ülve kell Petra felé robognunk. Egyéb kérdés? Szungszang zenmester arra a kérdés, hogy miért nem gyógyítja meg magát egy fizikai betegségből, azt mondta, hogy nem lenne helyes tanítás. Miért nem? Az az érdekes, hogy ez ezen a héten másodszor fordul elő, és ugyanezt a kérdést tették fel, nagyon furcsa, hogy most ebben az időben ezt kérdezik nagyon sokan. És azt kell mondanom, hogy a hagyomány eredeti mi voltában a meghaladó bölcsességet tanította, amely nem a test jólétére fókuszált, és nem a test kínzására fókuszált. Tehát a buddha maga megmondta, hogy az extrém aszketizmus, amikor tényleg ilyen vasárgyal együtt 35 kilóig lefogynak, és az extrém hedonizmus, amikor egész estét betöltő szerzeteseket látsz én ekkora nagy tokával és hatalmas tantiennel, az, az is hiba. De ha te a test egészségére fókuszálsz, mint a gyakorlat célja, akkor biztos, hogy csalódsz, és biztos, hogy félremész. Miért? Mert a test meg fog halni. Akármit csinálsz. Kionkhosszuni mondta, az egészség akarásában rengeteg kapzsiság és önös akarat van. Ez nem azt jelenti, hogy ne légy egészséges. De ne az legyen az engyakorlatod célja, hogy te egy egészséges testben élj, és itt ez megállt. Elmondom, hogy ha normális tudatállapotban kellő energia szinten élsz, a melléktermék egy normálisan fenntartható természetes inkarnációját megélő test. De ez egy melléktermék. Tehát itt nincs gyógyászati kurzus, itt nincsenek csodák, itt nincsenek ilyen 120-140 évig tartó technikák, nincsenek. Miért? Az inkarnáció megjelenik természetes úton, és eltávozik természetes úton, a kettő közt megéli a karmáját. A karmája függvénye, hogy meddig van itt. És ebbe benne van az, hogy igyekszünk egészségesen táplálkozni, igyekszünk normális életvitelt élni, igyekszünk nem kiégetni ezt a berendezést. Most gondold el, van egy tűztípusú lélek és egy víztípusú test. A lélek az Dionysos tüzében él, miközben a test kétharmadában víz, és várja a csodát, hogy itt valami nyugalom lesz. Hát nem lesz. Mindig fogunk érzékelni, gondolkodni, stb. kivéve, hogyha visszatérünk abba a tudatba, ami még ezt nem csinálja. Ezt lehet, csak gyakorlat. Szunkszán zenmester több olyan betegségben is szenvedett, amelyre egyszer nem tudták elképzelni, hogy zenmester így tud élni, cukorbetegségtől kezdve, a májbaig, aztán veseprobléma probléma az élete utolsó négy évben, évében. Nagyon komoly volt. Tehát ezeket így részben végéltük vele. Én magam is azon kevesek között voltam, akik a kórházi ápolásában segítettek 2003 tavaszán. És ami elképesztő volt, hogy a nagymester még a test legramatjabb állapot a közepette, és tökéletesen tiszta mert és úgy olvasott, és úgy érzett, és úgy reagált, hogy hihetetlen. Hát ő bemutatta azt, hogy azt a praxist vitt, amely messze túlmutat a test létén. Tehát nem az a kérdés, hogy milyen testben vagy valójában, hogy milyen lélekkel mész tovább, az a kérdés. Milyen tudatállapottal mész tovább, mert pontosan olyan test, olyan tudat, olyan karma fog várni a következő születésedben is. Ezért nem mindegy. Úgyhogy 80 es évek közepén, amikor először a cukorbetegség miatt már látszott, hogy szív probléma is van, akkor hát Erős aritmia, esetleges anginás tünetek, nem olvastam a lapját, de azért az elmondások alapján elég jól beazonosítható. És ilyen enyhe infarktusos tünetek, kórház. És az orvos úgy megkérdeklődi, hogy kicsoda, micsoda, a részben tőle, részben a tanítványoktól. És ö, azt mondta, hogy hát ö, megtudtam, hogy maga tényleg zenmester. És azt is hallottam, hogy ha fölmenne a hegyre száz napra, akkor meg tudná gyógyítani a saját szívét, ez igaz? És erre Szumszánszanyim azt mondja, igen, ha fölmennék száz napra a hegyre, meg tudnám gyógyítani a saját szívemet. És miért nem teszi? Mert nem lenne helyes tanítás. És persze ott látom a kérdőjét, hogy úr hát miért lenne? Akkora lenne, olyan csoda lenne. Jó. Most mondom ennek a folyamányát, mert szerencsére ismertem a tanítványait így előről, hátulról, három kontinens, tehát nagyon sokat, és én is a közvetlen tanítványok között vagyok, amellett, hogy a szervezeti formában úgy, ahogy azt megalapították, Amerikában nem veszek részt. De az első számú örököse Subong Sunim lett volna, aki sajnos meghalt, és 93-ban halt meg, és hát ő is nagyon törődött magával, viszont a saját szívét azt egy kicsikét karban tarthatta volna, hogy egy kicsit tovább éljen. Túltolta az éjszakai gyakorlatot, tehát éveken keresztül 500 leborulás éjszakánként, és közben meg a mindennapi élet. Ez nem bírta a motor. De egyszer Providence Zen központban ők, mivel tényleg tanító és első számú tanítvány voltak, Szubong mindenben segítette Szung mester életvitelét, és mivel én is tartózkodtam ebben a központban 93-tól egy éven keresztül, nagyon jól ismerem a beépítettségét, és van egy meredek, ilyen plüssel borított lépcső, csak aki angol száz házakban jár, azt tud, tudhatja, hogy ilyen nagyon meredek elsőről másodikra menő lépcsők vannak, és éjszaka szungszán szerintem ezen a plüssön elcsúszott. Legurult, beverte a fejét. Lett egy a húrka rajta, ilyen lila valami, és aznap reggel szubong szerintem bemegy, és látja, hogy Szung Szán reggel 7 és 8 között ott ül az ágyon, meditál, és van ez -e elképesztő húrka rajta. És azt mondja, Ször, hát, mi történt? Kicsit leestem, de most kicsit hagyjál békén. Yes, sir. Mikor jöjjek vissza? Hát tízre, mert akkor jönnek a kóréjak, és, és, ezt el kéne tüntetnem, mert nagyon megijednek, hogy mi történt velem. Jó, tízkor jövök. Eltett kettő-kettő és fél óra, szubunkszín kopog, tessék, bejött, és szungszán fény fején semmi. Tehát ilyen, mintha mi se történt volna, úgy eltűnt ez a nagy húrka, úgy, ahogy van. Magyarul meg tudta csinálni, de nem azért, hogy az életét meghosszabbítsa, hanem azért, hogy mik a kóriaiak ne, úristen, tehát ne ijedjenek meg. És ez annyi volt, semmi több. És nem volt hajlandó ezt megcsinálni, csak saját magáért. Értjük? Ezért. Következő kérdés? Meg is merkedtem valakivel a nyáron. Gratulálok, hát ez nagyon jó dolog. És van egy új autód is, hát ez fantasztikus. Mind a kettő jó választás volt. Az autódat már ismerem, az embert nem. Szerintem Széval, ő miatt a kérdezem. Hát. Voltak tetsző dolgok és nem tetsző dolgok vele kapcsolatban. Csíha. És Tényleg humán? A... Mert ővelük szokott így lenni, tehát az emberekkel van ez így. Gépekkel nem. Őrlényekről nem tudunk, de ha humán, akkor mindig van ez a tetszik-nem tetszik. Igen. Igen? Lázasan gyakoroltam, hogy, hogy ezen túl tudjam magamat tenni. Sikerült? A... Hát nem úgy, ahogy kellett volna. Hú, azt szó hangzik te. Most már Igen. nem ismerkedünk, és hát így utólag jöttem rá, hogy azt csináltam, hogy a a nem tetsző dolgokat, azt a tetsző dolgok érdekében. A még több gyakorlásra még jobban elnyomtam magamban, és akkor ez így gyűlt-gyűlt, és akkor, amikor a kritikus küszöböt átlépte, akkor egyszer csak egy robbant, és így nyilván nem is tudtam megfelelő visszajelzéseket adni neki, és uh, szóval, hogy, hogy uh, rontottam el ezt a sok gyakorlást. Úgy gyakorlását. rontottad el, hogy jó akartál lenni jobb akartál lenni, ezáltal őt is jobbá tenni, és ilyenkor az elnyomott karma az kamatos túl visszajön. Tehát én azt szeretném, hogyha mindenki a darmát nyomná a tudat küszöbe alá, hogy az legyen az erősebb, és a karmát engedje a felszínre jönni, légiesen, fátyol felhőszerűen fújja el a változás szele. Ez a karma a darmát meg gyömöszöd le mantrával és leburulással és tanulással a tudat alá, mert akkor az erősebb lesz. De a fordítottja van, hogy sajnos az van, hogy a karma lesz az erősebb, letoltad a tudat alá a mikrokozmoszodnak a jó kis karmikus kohójába, és ott pedig kikovácsoltad belőle a fixa ideát. És a fixa idea, mint kard, elvágja a valóságot. Honnan tudod? Honnan tudod, hogy neked igazad van? Amikor neked igazad van, így nagyon erősen, akkor a világ az szétesett darabokra. Amikor te a másikat így csak egyféleképpen tudod látni, akkor az a kapcsolat szétesik. Ahhoz, hogy többféleképpen tud látni, legalábbis egy frekvencia tartományon belül, ahhoz nem ez az elfogadás kezd, annyira elcsépeltük. Amit az elfogadásnál kevésbé szeretek, az az elengedést. Ez teljesen használhatatlan. Tehát, ami arról szól, hogy ember az három nagyon fontos tulajdonsága bír. Az egyik a kedvencem a tökéletlen. Tehát nem olyan, mint én szeretné. Kettő, mulandó. Mulandó, mert csak ideig óráig ilyen. A másik, ami a legjobb, hogy feltételekhez kötött. Tehát berakod más feltételek közé, másképp fog viselkedni. Egy párkapcsolat egy elképesztő felület ahhoz, hogy nagyon közelről, és nagyon kellemetlenül közelről lássuk a másikat, és így magunkat is. Kellő tiszta tudat esetében ez előre visz. És kellő, azt mondom, elhatározás hiány, vagy tiszta tudat hiány csak egoharc. Úgyhogy nézd meg, hogy mi az, amit nem voltál hajlandó észrevenni belőle, az lett a probléma. Mi az, amit nem voltál hajlandó elfogadni magadban, az lett a probléma. Tehát ez nem azt jelenti, hogy bizonyos szint alá mennénk. De ez nem erről szól. Ez arról szól, hogy megengeded magadnak, hogy meglásd a magad ilyenségét és a másik ilyenségét. Hogy ő valóban ilyen. És nem festem le azzal, hogy de én másnak szeretnélek. Én ne, én ne szeressem másnak, ő fejlődik a maga hármasságában, ő is tudja, hogy tökéletlen, ő is tudja, hogy mulandó, ő is tudja, hogy feltételezködött. És tudatosságunk mértékében tudunk fejlődni. Ezt külső igény nagyon ritkán hozza. Válság hozza, nyomás hozza, néha érdekek hozzák. Szomorú, de így van. De a másik önmagában nem mindig jelent akkora inspirációt, hogy ő változzon a megfelelő irányban nem fejleszthetem a másikat azzal, hogy édesem, tudod, hogy te is tökéletlen vagy? Nem jól hat. Tehát nem hat motiváló erővel. Vagy az, hogy te tudtad, hogy eredetileg nincsenek tulajdonságaid? És mindet te teremted. Mű, nem szeretsz. Tehát ez, érted, így szó. Rögtön. Úgyhogy nagyon nehéz egy konfliktus helyzetet úgy elvégezni, hogy iszonyatos smirglizés és összeszólalkozás, és megfogod is kis kez, és azért, hogy meghalunk mind a ketten. Érted? Tehát ezekre a minőségekre, amiket elmondtam, ez a három alaptétel, ezekre nem lehet közvetlenül utalni, de föl kell használni őket. Tehát közvetlenül ezek a minőségek nem vihetők be egy személy közötti, akár kölcsönhatás, akár konfliktus legyen. Az igazi kérdés az, és ezt én is élem, és azt hiszem, hogy Sikerül a legjobbat kihozni belőle? Hogy vannak-e közös céljaink, vannak-e közös, szótlan, egyéválló pillanataink, van-e egy olyan irányunk, ahol mind a ketten meg tudjuk haladni önmagunkat, és nem az, hogy egymást itt jobbra-balra. Ez nem megy. És hogyha van egy közös oltár, ahol mind a ketten az énségünket elégetjük, ha lehet, minél inkább, mindig marad egy, marad egy picike, azt a következő körbe vissza kell hozni. Tehát másnap, a mai nap el nem égetett egót. Próbálj meg még egyszer. Tehát ha van közös cél, van valami transzcendens bölcsesség, van valami meghaladás, akkor látom a lehetőséget, hogy érdemben változzunk, ha nem, akkor szerepeket játszunk. Akkor forgunk körbe-körbe. Akkor eljátszuk azt, hogy mi mennyire megváltoztunk, az, az a rusnyan egyénység ugyanúgy ott van mögöttem, mint két évvel az előtt. Na most, ha ebben találsz társad, akkor közösen haladtok az úton úgy, hogy mindegyik egyéni erőfeszítést is tesz. És nem a másikra mutat, hogy változz. Számá, nem érted? Változzá! Mert én azt akarom. Ez így nem megy. És ilyenkor nagyon meg kell látni a társulás alapjait. Tehát a fizikai, lelki, szellemi síkon meg kell lennie annak, hogy valami közös irány, valami közös egyetértés, és hogyha javasolhatom, amennyire fontos az alaposság és a pontosság nem elveszni a részletekben. de emellett mondom azt, nincs univerzális recept. Szerencsés kémiák vannak, utána folyamatos erőfeszítés. Folyamatos nem szűnő éberség, hogy tudomásul vegyem a másikat úgy, ahogy van, és ha kell kérdezek, ha kell javaslok, ha kell magamnak azt mondja, ezt így nem. Ezt mind lehet. Csak a másik változását így kurblival szépen tekerni, azt nem lehet. A magamét tudom. Jó esetben. Oké? Okay? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi volt az a tanítás, amit, a legfontosabb tanítás, amit kaptál a szúszászúnyimtól, ami megváltoztatta az életed? Tehát 24 évesen akkor a káosz volt, hogyha ez nincs meg, akkor még mindig káosz van. Az összes többi az magyarázat. Kell, főleg a világnak ezen a táján. De ha nem találod meg azt a pontot, ami meghalad mindent, ahol élet és halál teljesen egyé válik, ahol nincs jelenség, nincs gondolkodás, és eredetileg még a semmi sincs, akkor nem tudod kikapcsolni a tévét belül. Nem tudsz megszabadulni. Az, hogy elhozta a nem tudomot, mert ennek a neve a nem tudom, vagy nem tudható. Ennek a miben léte tiszta mint a tér, tiszta, mint a tükör. Ennek a működése az, hogy helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés. Ezt ragozzuk, és ezt is fogom ragozni további 22 évig. Miért? Mert nem értitek. Páran már kezdik kapisgálni, páran. Ez rendben van, de több kell. Tehát az, hogy tényleg átmenjen, az évek. De az, hogy ébredj föl és segíts másokon, az enélkül, nincs meg, enélkül nem ébredsz föl. Tehát nem tudsz segíteni másokon. És ez valahol brutális, hogy te elvágod a gondolkodást, te kipakolod a karmádat, hogy te lebontod az önképedet. Igen, ez a gondolati megfogalmazása. De eredetileg még ezek a gondolatok sincsenek. Amikor elvágod a gondolkodást, az összes magyarázat, az összes szútra hirtelen elfüstöl és csak a kutyaugatást hallod. Ennyi. És ezért én életeken keresztül hálás leszek. Oké? Okay? Most a darmatanítói képzésen, mikor Japánról beszéltél, a szamurájokról és a szerzetes szamurájokról, uh -huh. akkor megint előjött bennem, ami 14 éves koromban, 84 be hogy elkezdtem vonzódni Japánhoz. Azt se tudtam, hogy hol van, vagy mi, 14 éves voltam, láttam egy filmet, és meggyőződésem volt, hogy közön van hozzá, és most kedden ez megint előjött. Kardod van? Ha van, akkor nem válaszol, nem. mert levágod a fejemet, hát világos. Nem. Nincs? Akkor meg minek mondjak bármit is? Mi a kérdésed? Hogy ez, ez most egy emlék, vagy, vagy a tudatalatiból feljött valami? Ez egy olyan emlék, amely feljött a tudatalatiból. <laughs> okay. Tehát van nyolc szintünk, látás-hallás-szaglás-tapintás ízlelés, ez öt, fogalmi gondolkodás, megkülönböztető gondolkodás, emlékezés, hatos, hetes, es És amikor te az első ötön keresztül valamilyen benyomást kapsz, akkor azt megnevezed a hatodikkal, bot, megkülönbözteted a hetedikkel, hosszú, rövid, olyan, mint más zenbot, nem olyan, mint más zembot, és elrakod a nyolcadikba, és emlékszel rá, mivel megcímezted, megnevezted, és polaritást teremtettél. Most minél nagyobb a polaritás, annál erősebb az emlék, mert annál erősebb az én tudat belőle. Ha megütöttek a zembottal, biztos, hogy emlékszel rá. Ha csak láttad a zenbotot, más egyéb tárgyakkal hasonlóan együtt emlékszel rá. Hogyha 30 évig egy zenbot volt az asztalodon, biztos, hogy emlékszel rá. Tehát annyiszor íródott be az emlékedbe, az állaja hogy amikor a következő életedben meglátsz egyet, akkor elő tud jönni, akár úgy címezve, hogy ismerem, Akár úgy, hogy láttam az előző életemben, akár úgy, hogy soha többet nem akarom látni, de mégis itt van, mert megütöttek vele. Okay? Annyit tud, hogy a pozitív polaritás is öröm, bevonza a tárgyát, és a negatív polaritás is, trauma és félelem ugyanaz, bevonza a tárgyát. Tehát ha valamilyen karmát van valakivel vagy valamivel, akkor ez kiemelkedik a sima hétköznapi eseményhorizontból. Az igazi kérdés az, hogy most mit kezd el vele. Ugyanis képzeld el, hogyha mondjuk eléggé morbid lesz a hasonlat, de ezt tőlem megszokhattátok, hogy látsz egy akasztófát, és te rájöttél abban a pillanatban a tárháztudatot kivetített, hogy te hohér voltál az előző életedben. Most is azt szeretnél lenni? Tehát ilyen nagyon-nagyon erős vonzódás az iránt a fogantyú iránt, ami a sámlit, hogy kirúgja, az elítélt alól, és már érzed a viszketést a kezedben, hogy te oda menj és megfogd, és, és már a csukját keresed, hogy hogyan veheted fel. És ez mind-mind előző életednek az emléke. Na most nehogy már ez a karma határozzon meg. Oké? Okay? És ezt fordítsd le a saját olyan vonzódásaidra, amire nem voltál büszke, amivé nem akartál válni, de mégis ott volt benned korábbi tapasztalataid alapján. Na most ezért kell a nem azonosulás tanát nagyon jól tudni, hogy eredetileg ez a tiszta tér, tiszta tükör önvaló, nem azonos azzal az avatárral, aminek a forrása. Tehát ebből a látóból jön a teremtés, a teremtésből jön a teremtett, és hiába a lényegük ugyanaz, a jelenség szintjén nem ugyanazok. Magyarul bármikor levetheted a korábbi karmádat és építhetsz egy új személyiséget a helyet, akit te nem szeretnél lenni. Ezt lehet. Az a változás, ez a helyes szellemi evolúció következmény az avatar, a személyiség szintje. És hogy eredetileg te semmilyen jelenséggel nem vagy azonos, az egybevág a buthának azzal a tanításával, ami a fix én hiányát, az anátmant tanította. Egyben azt is tanított, hogy a transzcendens legfelsőbb, az egy attributum nélküli, tehát fix tulajdonságok nélküli nem tudható, hanem tapasztalható. Kérdőjel. Nem valami és nem semmi. De hogy ilyen istenképeket ragasztunk rá, meg könyveket írunk róla, meg ö, szobrokat gyártunk, meg minden, ez nonszensz. Hát innen van a tételes vallás tévedése, hogy az istenképet az isten élménnyel azonosítja. És ekkor, ha ez bekövetkezik, az önvalót az önképpel azonosítja. A teremtés előtt itt a teremtettel azonosítja. És akkor bebetanozódik az ember a saját önképébe, vagy hát engem Isten saját hasonlatosságára teremtett. Hát miért változzak? Mi velem a baj? Hát, mint a magasságos, hát a saját képére vagyok én itten. Hát akkor ne szóljon hozzám senki. Jó? Tehát ez azért fontos, mert hogyha nem látjuk be a karma teremtettségét, mulandóságát, feltételezkötöttségét, tökéletlenségét, akkor nem tudunk változtatni rajta, mert azt hiszük, hogy fix. És ezért az sem fix, ami ott volt az emléktárban. Miért jött elő? Mert a korábbi azonosulás előhozta. És te abban a pillanatban, hogy ezt tudatosította, dönthetsz, továbbra is szeretnék ultraszamurái lenni, ugye? Sengoku korszak, 200 éven keresztül csak harcoltak. Több mint 200, csak most leegyszerűsítem. Mint a régi városállamok, csak nagyon nem volt béke. Nagyon. És akkor szamuráj szerzetesek egymás templomait hódították meg, gyújtották föl, egymást kaszabolták le, és a buddha szobrok közben nézték az egészet. Szörnyűséges. Borzalom volt. És a helyzet az, hogy ezzel nem kell azonosulnod, vagy ha mégis, akkor azt hogy hú, de jó! Macskapásztor voltam korábbi életemben, és most is azt szeretnék lenni. Már látom is a sok-sok cír most magam körül, mert a macskapásztor karmám bevonza őket. Jó? Ha nem tudatosul, akkor csak alulról, mint egy kis archetipikus késztetés ottan. Mókold előbb-utóbb tudatosodik. És jegyezzük meg, akármilyen karma, ha nagyon nagy ereje van, addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik. Tehát ne lepődj meg, hogy ismétled a szenvedéseidet. Ne lepődj meg, hogy ismétled a traumáidat. Ahogy hallottad a bevezetőben, elkövetők és áldozatok, így szépen vagyunk egymás után. Elkövetés, bűntudat önbüntetés, áldozattá megigazulás, felemelkedés, bosszúállás, elkövetővé válás. Több taga is el tudom mondani, ennyi elég. Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Hogyha a látóból jön a teremtés, akkor miért teremt magának szenvedést? Mert nem jól lát. Köszönöm. Ennyi elég. És. Uh, Biztos. Igen. Már nem. Következő kérdés. <laughs> hogy amikor azt mondom, hogy látó, akkor még mindig van valaki, aki már látja a látót. De nem mond. Lásd. Ha mondod, az már a látó képe, már nem az. Azt szeretném kérdezni, hogy ő, hogy van az, hogyha valami helyzet nem tetszik nekem, vagy felbosszant, akkor az ott van bennem. Ez attól van így, hogy végre megláttad a karma törvényét. Nem, pont azt gondolom, hogy én nem olyan vagyok, mint... Akkor elvesztetted a karma törvényét. Ha megláttad benned a saját nyomorodnak a gyökerét, akkor valamit jól láttál. Ha ezt rávetíted, a környezetedre, akkor valamit nem jól láttál. Tehát az, aki a saját felelősségét és a saját kormáját magában látja, az nem vetíti rá a környezetére a problémáit, és ez is miattad van. Ő nem, nem vetítem rá, igazából mondjuk beszélgetünk, és én nagyon másképpen gondolom, Mindegy. Nem jó, nem, már nem jó, köszönöm. Mit köszönsz? Nem kaptál semmit. Nyugodtan mond végig. De már nem tudom. Már nem, nem tudom. Nem. Már nem. Oké. Okay. Van olyan, hogy egy kézikre átkézben robban fel. Van így. Egyéb kérdés? Az lenne a kérdésem, hogyha szeretnék más embereket segíteni, ugye bár ez a helyes látással jön létre, hogy azt tudom neki, amit, amit kell, és nem amit szeretnék, de sokszor nehéz ez. Hogy tudom a legjobban meglátni egyébként? Azon kívül, hogy tudom, most tiszta tudod, de de igazából ne legyen ez ilyen kényszeres, hogy, hogy ne akarják megfelelni, teljesen megfelelni ebben a helyzetbe. A is. megfelelés is és a segítség, ez két külön világ. Igen, hogy ne legyen bennem ez a nagyon nagy megfelelési kényszer, és mindent rózsaszínre fesek, és minden szuper legyen, és hogyan mondjam, hogy ez a tök tökéletesség marni, hogy ne, ne hibázzak. Hogy tudom ezt legjobban. Tehát úgy, hogy az abszolút értékű fogalmakról lemondasz, és ez nagyon jó, mert akkor a kényszer helyett megfelelés van. Tehát kényszer teszi egy ilyen üvöltő, szétgerjelt olaj nélküli motorra az egészet, hogy kényszerből én mindig jobban és jobban és jobban és jobban meg akarok felelni, és semmi nem elég. De akkor a külvilágot is meg akarom feleltetni, és semmi nem elég a külvilágból sem. Ez a baj a kényszerrel. Ha nem akarsz megfelelni, olyan magányos leszel, mint szikla a hegycsúcson. Senkinek nem felelsz meg? Így egyedül maradsz. Fordítva, ha nagyon egyedül maradtál, nem feleltél meg senkinek, és nem is engedted, hogy neked megfeleljen bárki. Na most mindezt tessék kényszer nélkül. És akkor megvan az, hogy helyzet, kapcsolat, működés, per együttműködés. És itt óriási kérdés, hogy mennyi az elég. Mi az elég? Tudod, hogy amikor az ebéden felét visszaküldöm, az nem azt jelenti, hogy rosszat főztél. Az azt jelenti, hogy annyi volt az elég. Oké? Okay? Megfelelés. Tehát olyan fontos, hogy megfeleljünk magas szintű emberi normáknak, anélkül, hogy kényszernek éreznénk. Miért? Mert magamtól és a másiktól egyaránt megkívánjuk azt, hogy kettős pont. És akkor oda teszed a mércét. Ha másoknak akarsz segíteni, ne akard megoldani helyettük a problémáikat hanem tedd őket autonómá, egyébként is meglévő autonómiájukat lehet visszaadni csak, hogy ők maguk oldják meg azt a problémát, amivel küzdenek. Miért? Mert ők teremtették. És hogyha meglátod, hogy te teremtetted, akkor a és útja az, hogy te oldod meg. És egy jó tanító nem oldja meg helyetted, sőt, van, aki még rátesz egy lapáttal, hogy te hamarabb végig az úton. Oké? Okay. Volt egy szufi mese, ahol hát az apa nem volt büszke magára, de hát tolvaj volt. Nem volt mit tenni, és a tolvajoknak is van élettársa, feleség, és született egy fiú gyerek, és a fiú előbb-utóbb észrevette, hogy hát az apja profi tolvaj, most akármilyen uh, kirakat volt a minden nap élet, és elmondja az apjának, apa, én nagyon tisztelek téged én is tolvaj szeretnék lenni. Azt az apja, jó, rendben, lopjunk -e együtt, semmi gond. És elvitte egy házba a profi besúranó volt, minden tudat, hát akkor milyen riasztó rendszer, ezt el lehet felejteni, kutyákat pont így kikerülték, gazdagház több emelet, ládák, bútorok, minden elkezdenek pakolni, és mondja a fiának, hogy hát, mász be ebbe a ládába, szed ami van. Fia, azon nyomban, pif, puff igen, apám, bemászott és kezdik kihaigálni a dolgokat, menjél, menjél ott a mélyére. És lement, az apja rácsukta a fedelet, rázárta a zárat, és felármazta a háziakat, és elmenekült. Hát a háziak azon nyomban fel, és mindent keresnek, ú, behatolás, is hát a fiú gyakorlatlan volt, és pánikolt, és elkezdett dörömbölni, érezte, hogy be van zárva a láda. Háziak, na, itt van. Jól megverték, de agyba főbe, és akkor hajnalban hazaér egy gyerek, és így döbbente, mondta egy, na de apám, hát miért csináltad ezt vele? velem? Azt, Azt mondta, tolvaj akarsz lenni, és a tolvajoknak ez a sorsa. Utolsó kérdés. Jellemzően, amikor itt az elő a segítségnyújtásról volt szó, én szeretek segíteni az embereken, általában az érzés oldalra közelítem meg a segítséget. Ami azt jelenti, hogy amikor érzem, hogy valaki segítséget kér, akkor me me megpróbálom azt a felületet meglátni kívül, amiben van, és azt az érzést, amit átveszek, meg megérzem, hogy hogy van akkor megpróbálom neki megmutatni, megállítani, abban van, benne is tartom egyébként, amiben van, e, ami ki meg nem találja a megoldást. Ez néha hosszú órákos beszélgetések is eltelnek így egyébként. A lényeg az, hogy, hogy amikor a felfedezés, akkor az esetből meg is könnyebbült, rájött, felfedezte, és ez nekem mindig jót tesz. Nekem, én marha jól érzem tőle magam. E, az a baj, hogy a saját magam lesz, nem tudom lejátszani. És én, hogy a karmámnak az a része, amikor nekem ismétlésben bonyolódok, Egyszerűen saját magamat nem tudom így látni kívülről. Tehát nem tudom mert találni azokat az útvonalakat, amik a megoldás felé visznek. Ezt próbálom meg egyébként a, még olyannal is, hogy a meditációnál halljam hogy a kutyaugat, a lézőmögést, vagy éppen semmit. De utána még azt is megkérdezem utána magamtól, hogy jól hallottam-e? Tehát ez azért az elég iddilis. Köszönöm. Hogy azért mi a megoldás a kérdéshez? Ugye, ez hogy... probléma? Nálam igen, mert én úgy érzem, hogy ismétlem magam. Akkor ne ismételd. Azt a... mondtad, hogy nem a... látod magad a... kellőképpen a... kívülről. Valamilyen szinte mindig visszaigazolásokat várok, tudod? Ez a... már más. Szintem. Ez már egy ez másik probléma. Más elég. probléma. Ne kapcsold, mert akkor nincs vége. Tehát hát, azt az... mondtad, hogy nem látod magadat kellőképpen kívülről, ugye? Igen. Akkor honnan tudod, hogy ismételsz? Az eredményekből. Nem. Van egy látás, ami láttatja, összehasonlítja. Ha az eredményt nem látnád tisztán, akkor azt sem tudnád, hogy ismételtél. -e. Az a baj, hogy az elméd úgy vág, hogy a valóságnak csak azt a részét vegye észre, ami számára kedvező. Ezen ő nincs egyedül, ezt azért mindannyian csináljuk bizonyos mértékig. De már pontosan tudod az életed eddig évtizedeiből, hogy mi van akkor, amikor csak a jót, a boldogat, a szépet akarja az ember, és ezt lefordítja mondjuk testérzetre, hogy csak jól akarom érezni magamat, és akkor ebből mi van. És akkor a legelső az, hogy elveszítem azt a tudatot, hogy valójában mit csinálok. Mert nem akarom látni. Tehát volt egy pillanat, amikor ez neked kellemetlen volt, és úgy van, hogy te nem akarod ezt látni. És inkább a külső véleményekre szeretnél hagyatkozni, mert magadnak már nem mered megmondani, magadat már nem mered látni úgy, ahogy van, mert már kellemetlen, túl nagy az adósság, túl nagy a teher. És hogyha másoknak segítesz egy ideig, ez könnyebbedik, mert az tényleg igaz, hogy mások segítése nélkül a személyes megszabadulást nem érheted el. De ha nem ébredsz föl, akkor érdemben magadon és másokon nem tudsz segíteni. Tehát nagyon sokféle szintű segítség van, ugye? És hogyha a felébredés, mint maxima ott van, akkor a felébredett tudat tud a legjobban segíteni. És hogyha ezt nem közelítjük meg, akkor vannak ezek a karnikus körök. Nem vesszük észre az ismétlést. Véleményfüggőkké válunk. Esetleg mások akaratától függünk, mert a mi akaratunk nem elég erős. Én kívánom azt, hogy mindenki akarjon látni, de ez csak mindenki egyénileg akarhatja. Ezt senki nem akarhatja helyetted. Hát olyan mértékben fedezzük el a látásunkat, amilyen mértékben nem merünk vagy nem akarunk látni. Ez a szándékos vakság. A szándékos vakság azt jelenti, hogy egy bizonyos ponton túl neked kellemetlen az igazság, kellemetlen a tapasztalás. És ezért. Egy én fallal lezárom azt, amit én világnak, énségnek, életnek mondom. Ez a fal, ez a szándékos nemlátás fala. Ezen belül akarok boldogságot, de pont a szenvedést teremtem meg. Mihelyt ezt a falat, ami a hamis önképed lebontod, végtelenné válsz térben és időben. Most pajcsang zenmestert idéztem amikor fel kell venni a következő testet, az milyen lesz? Tudod? Az élet és halál nagy munkájában az idő nem vár rád. Vigyázz, hová lépsz. A folyók lefelé folynak a tengerbe, a felhők felszállnak az égbe. Köszönöm a figyelmet.